Szakács Imre művészete valamiként a világ mindenségből, a koszmoszból generálódik, annak egy sajátos értelmezése, és ahogyan nézem a képeket, ezeken áttör valami egészen különleges és egy rendkívül érzéki, de ugyanakkor értelmező percepció arról, hogy hogyan is néz ki az a világ, amelyet a logosz működtet. Köszönöm Szakács Imrének, hogy ezt a művésztelepet akkor, amikor gonosz erők különböző irányokba fordítani akarták, sőt megszüntetni, akkor vitézként védte ezt a helyet, és hogy ő ezt nem tette volna, akkor lehet, hogy most nem lennék itt. Az életem egy nagyon hosszú szakasz, a 17 év, összekötődött a Szentendrei régi művészteleppel. Tehát gyakorlatilag ez volt az én második otthonom, és nagyon meghatározta az én életemet, és onnantól indul az, hogy amikor a művésztelep nagyon nagy bajba volt, akkor tulajdonképpen az én megkeresésemre tagja lett a Szentendrei régi művésztelep az Európai Művésztelepek Szövetségének. Na most így kinyílt számomra egy olyan lehetőség, ahol megismerhettem Európa nagyon-nagyon sok művésztelepét, egész Norvégiától Legörögországig. Ez inspirálta tulajdonképpen azokat a munkákat, amelyeket most itt a falon lehet látni, és persze ez nagyon sok művésztelep volt, de én úgy gondoltam, mivel a 7-es azért ez egy különleges szám, hogy 7 művésztelepet kiválasztok, 6-ot Európából és egy egzotikumot Indiából. Azokat a művésztelepeket választottam ki, amelyek számomra nagyon meghatározóak voltak, és nagyon megfogott az a világ, amit én ott találtam. Minden művésztelepen készített munkákból választottam ki még 7-et, és így adta ki ezt a első látásra egy kicsit titokzatos 7x7 című kiállításnak a címét is. Én Szakács Imrét nem csak festőként ismertem meg az utóbbi időben, hanem ennek a fantasztikus hagyománynak, a Szentendrei művésztelepnek az egyik nagy éltetőjének, aki ugyanakkor a Művésztelepek Európai Szövetségének is alelnöke. Szóval társadalmi, közösségi, közületi, családi munka, és emellett egy olyan életmű, amelyben a mai kor egyik legritkább eszménye valósul meg. Természet, történelem és tanúságtétel. Ami annyit jelent, hogy Szakács Imre is ragaszkodik ahhoz, hogy azt a valóságot, amelyben él, azt a valóságot egy örökké valóság tükrében mutassa fel. Nem arra gondol, hogy holnap milyen sikerem lesz. Az ilyen művész a maradandóságra gondol. Tudja azt, hogy nyomot kell hagyni maga után, nem azért, hogy az ő neve fényességben csillogjon, hanem a művész az emberekért van. Olyan nyomot kell hagyjon, amely nyomba be tudnak lépni művészek és laikusok egyaránt. És ez a nyom a valóságtól a lélekig vezet.